oda a családhoz. Hadd zavarjuk el a végrehajtót, és önök is hozzanak egy áldozatot a hazáért. Az áldozat az lesz, hogy a következő hónapban nem kapnak fizetést. Hány és hány ember nem kap fizetést? Hány és hány ember nem tud a gyerekének kaját venni? Mondták ezt tegnap előtt is, ott a fogdán a kollégái, hogy akkor ő nem tudna a gyerekének kaját adni, meg aki lekísért a lépcsőn. Öt emelet, lefele volt időnk beszélgetni. Ő nem tudna a gyereknek kaját venni, hogyha most ő hagyna engem. De utána bármit meg tudna tenni. Mert együtt kivívjuk a szabadságot. Ha együtt megyünk, akkor megtehetjük. Itt az idő, hogy önök is hozzanak áldozatot. Ezt nem tudjuk elfogadni, hogy önök azért teszik, mert akkor nem lesz munkájuk, nem lesz pénzük. Nekünk sincs. Ha kellene, hogy dolgozzunk mindannyian, de ma itt vagyunk. Itt vagyunk és tesszük a dolgunkat. Otthont védünk. Meglátjuk, hogy a demonstráció meghozza a maga hatását és sikerül-e. Azt is meglátjuk, hogyha nem sikerül, akkor oda akarunk-e rohanni, és önök meg akarnak-e akadályozni ebben. Ezt még nem döntöttük el, ez is a mi fegyverünk. Fogalmunk nincs, hogy mit fogunk csinálni, és önök sem tudják ebből adódóan. De ha azt követeli meg a haza, hogy megtegyük, akkor megfogjuk. És akkor meg lesz az öröme, a Fenderhead. Én azt gondolom, hogy nem ez a megoldás. A megoldás az, hogy önök is vállalnak áldozatot. És ez az áldozat az, mint akik ott többen elmondták, hogy ha a többiek is letennék a pajzsot, ők is. Ki lesz az a bátor önök közül? Aki nem csak idős nőket földön vesznek, hogy utolsó és rádni, hanem megyek vállalni ezt az áldozatot is. Azt az áldozatot, hogy pár hónapig nem lehet. Ki lesz az a bátor? Ha lesz már egy szemben, Egy biztos lakással, ne arról szóljon, hogy fogalmam nincs, hogy fizetem ki a lakást és mikor kerülök az utcára. Önöket most nem fogják kitenni egy darabig, de ezt jól jegyezzék meg egy darabig. Mert ha elkezdenének önök közül bárkit kitenni, akkor a hatalom ellen fordulnának. Ezzel játszanak. Manipulálnak, most a szegényeket teszik ki, akik önöket nem is értik meg, hát önök most még nem nagyon szegények. De mindenképpen sokkal szegényebbek, mint ahogy élniük kellene. Egy rendőrnek, aki az életét áldozza, aki éjjel is szolgálatban van, akinek lehet, hogy nincs kalácsonya, akinek bűnözőkkel kell hadakozni, egy rendőr, aki soha nem tudja, hogy hazamegye másnak. Annak a rendőrnek becsületének kellene, hogy legyen. Becsületének és nyugalmának. Tudnia kellene, hogy a család, aki otthon van, az biztosan tud-e normális kaját venni, biztosan tud-e majd a gyerek főiskolára menni, biztosan tudja-e, hogy lesz-e orvosi ellátása, és drága rendőr urak, hölgyek, lesz-e nyugdíja? Megtakarításuk van. Ha mondta, félre tudnak tenni 300 ezer forintot? Csak a videó nincs még a százat? 50-et? Egy fillért sem? Ha nem teszik meg, akkor önöknek ugyanúgy nem lesz nyugdíjuk, mint nekünk. Egy fillért sem. Mert most már nem kötelező nyugdíjat adni, nem csak a rendőröknek, hanem másoknak sem. Amikor én ifjú voltam, volt választási lehetőségem, elmegyek a katonának, rendőrnek vagy tűzoltónak. Mindhármat megnéztem, mert akkor becsülete volt ezeknek. Csábító volt, mert azt mondták, hogy körülbelül 40 éves koromban nyugdíjba mehetett. Jó üzletnek tűnt. Én
valamilyen ezt választottam. Nem voltak ismerőseim, akik igen. Közöttük vannak olyanok, akik időben döntöttek, akik már nyugdíjasok. És én nagyon örülök neki, hogy ők ezt megtehették. Megérdemelték. Küzdöttek. Felmásztak a tizedikre tüzet oltani. Bűnözőket kergettek. Bármikor ott állt a lehetőség, hogy nem mennek haza a családjukhoz. Lehet, hogy én gyáva voltam, és azért nem tettem meg. De ők megtették, és én örültem, hogy nekik nyugdíjuk van. Nem volt a kivitelni. De mélységesen felháborodtam azon, hogy amikor valakivel azt az üzletet kötöttük, ha bevállalod ezt az összes szarságot, akkor lesz nyugdíja 40 évesen. És ezt elvették tőlük. Mit gondoltok? Ha legközelebb szükség lesz arra, hogy kicsináljanak benneteket, nem fognak kicsinálni? Dehogy nem. Bármikor. Bármikor. És majd mi lesz veletek? 60 évesen itt fogunk kergetőzni? Gyerekeimmel? Fiam is kemény gyerekám. Akkor ül lesztek. 50-60 évesek, amikor ő forradalmár lesz. Ki fognak ide vezényelni benneteket? Nektek akkor már nyugdíjasnak kellene lennetek. Egy megérdemelt nyugdíjat, mert most védtétek a magyar népet. De ezt elvették tőletek. Elvették. És bármit elvehetnek. Mert amikor elveszik a pénzeteket, nem úgy, hogy lehúzzák a fizetést, hanem egyre drágítják a költségeiteket, akkor gyakorlatilag szép lassan elveszik a teljes életeteket. Elszegényítenek. Egy szegény rendőr, mert nincs akkora becsülete, mint egy jómódú rendőr. Amikor egy szutyok tragacsal, 10-20 éves autóval gurulsz ki a házattól, akkor a szomszéd már nem fog annyira felnézni rá. Mint amikor egy normális, olyan, amit megérdemelsz, amit oda lépsz neki, nyomod és megy. És nem kell spórolni a benzinnel, hadd menjen. Mennie kell, hát rendőr vagy. Nem, filmekben is mennek, mint az őrült, mert sietni kell a bevetésre. De amikor ezt is elveszik tőled, amikor már nem tudsz a gyereknek bármilyen kaját megvenni, amikor a többiek még normális ruhába járnak az iskolába, de a te gyereked már nem, akkor téged ki fognak taszítani a társadalom szélére. Aztán véletlen egyszer észreveszed, hogy a stressz egy kis borocskával lehet csökkenteni. Csak egy bor, nem veszélyes. Hány kollégátok volt, aki ivott egy kicsit. Aztán még egy pohár. De ha még bedobok esténként egy-két felest, akkor jobban bírom. Nem vagyok olyan stresszes. Aztán lehet, már nem lesz visszaút, és reggel is bedobsz egy feles. És kirúgnak. Jó rendőr voltál. Életedet adtad volna a népért, de kirúgtak. Mert egy piás rendőr lettél. Volt már ilyen kollégátok, igaz? Lenéztétek. Piált a mocsok. Nem tudta már fenntartani magát. Némelyikőtök korrupt lesz. Az igazoltatásnál elfogadott egy 5000-es. De abból nem egy jó autót vett, hanem kakaós csigát a gyerekének! Elfogadta. Csúnya dolog. De nem azért fogadta el, hogy vegyen egy repülős szimulátort otthonra. Vagy egy ilyen harcosat. Biztos olyan van. Hanem gyerekének vegyen egy kakaós csigát. Lehetetlen mindenkinek. Bűnöző lettél. Ha bűnöző vagy, akkor tudd meg zsarolni. Hát ezt szeretnék. Zsarolhassanak, bármikor kirúghassanak. Egyre nagyobb bűnöket kövessél el. És egyszer csak kifogatunk. A társadalom szélére kerülsz. És a társadalom szélén lévő embereket nagyon könnyű deportálni. Magyarországon deportáltak már zsidókat. Deportáltak cigányokat. Deportáltak kulákokat. Ki tudja még kit? Kinevezték, hogy őket deportáljuk. Ma a szegényeket deportálják. Azokat a szegényeket, vagy olyan szegényeket, amilyen, ha kell, belőletek is csinálnak. Bármikor tudják úgy intézni, hogy ne tudsz fizetni a rezsiget. Bármikor tudják úgy intézni,
hogy ne tud fizetni már a hiteledet sem. Bármikor tudják úgy intézni, hogy már ne legyél jó rendőr. Bármikor tudják úgy intézni, hogy kicsit korrupt legyél. Mert muszáj, hát az életemért teszed, én is az életemért jövök egyre bentem. És amikor az életedet teszed, életedért teszed, akkor majd azok a szabályok, amik most visszatartanak attól, hogy ne verj a pofán, azok már nem lesznek fontosak. Ha mi összecsapunk, és az életedért fogsz küzdeni, kikaparod a szememet. De most még nem az életedért küzdesz, mert van köztünk pár méter, ezért nem küzdem le. De amikor az életedért küzdesz, bármilyen szabályt hajlandó vagy felrúgni. És akkor az életedet is el fogják venni.